Tisztelt igazgató úr, tanáraim, kedves szülők, vendégeim, kedves ballagó diákok! Mint a nyílt szuhogó patak, így múlik el az idő felettünk. Írja Berzsenyi Dániel, a leghíresebb licista, mindössze 23 éves korában. Elhull a virág, elirambik az élet, fogalmaz a 24 éves Petőfi. Vannak pillanatok, amikor még az ifjú ember is megáll egy rövid időre. Amikor érzékeli és tudatosítja magában az idő múlását, s valamifajta belső számvetést tesz. Ilyen pillanatnyi megállás minden diák életében a ballagás. 1922 óta ballagó diákok sokasága élte és éli át ezt az érzést. Az idő múlásának érzékelését itt a Líceum kultikus helyén, a Deák után. A mai nap a búcsúé. Megindul az elválás, elszakadás folyamata. Elindultok ti is, kedves ballagó diákok. Ebben a pillanatban bizonyára számot vettek magatokban azzal, mi mindent kaptatok az ősi iskolától az elmúlt években. És mi itt maradók csak abban bízhatunk, hogy időtálló értékeket, tartást kaptatok, olyan normákat, amelyekkel könnyebb lesz az eligazodás, a döntés a rátok váló keresztutaknál. Ünnepségünk kezdetén kérem énekeljük el közösen a himnuszt. József Attila. Elköszönő, szelíd szavú. Már elhagyom 18 évemet. Már elhagyom e kis vidéki várost. És a születésnap kurta kocsmájában, mint búcsúzó cigány a falu végen. Még egy nótát is muzsikálok már most, hogy elhagyom 18 évemet. Utas fiúnak, szép, komoly anyám, az iskola is adta lám pogácsát, hisz tudja. Majd a legjobb fia voltam, csak szőke szerető, a líra rosszá bódított. És hogy mámorából váltsák, nincsen szebb csók. Ugye, komoly anyám? A félénk és komolykodó fiú, szép temetőben, a szívemben forrad. Az élő harcos hős, de vén, komor bölcs. A gyermeket rossz céda cimborái korán vitték az emberek a bornak, s a keserűség elvitt, jó fiú. Új,
és paraszti fügyként indulok. És ünnepnapoknak színes templomormán, talán az első versek napsugára, talán az első egyetlen lányszem, a legszebb és örök ragyog rám. Ki új paraszti fügyként indulok. Van itt még néhány jó idős komám, ölelő csendje néhány öreg háznak. Szeretlek, mint az álmodó a méhest. Ó, itt a nyugalom zenél fülünkben, ha esténként békák harmonikáznak. Nagyon szeretlek néhány jó komám. És már elhagyom 18 évemet, e kis vidéki várost elhagyom már, mert menni kell. És én már meg sem értem, hogy többet ére a rideg öröklét az egész világ kicsi városomnál. Csak elhagyom 18 évemet. Tornyosi Pétert hallottuk a 11. C-osztályból. Most felkérem Nagy Dóra, 11. A-osztályos iskolatársunkat, hogy a 11. évfolyamosok nevében búcsúztassa el Ballagó diákjainkat. Tisztelt egybegyűltek, szülők, tanárok és kedves diák! 12-es Ballagó gimnazistáinkhoz szólnék. A búcsúnapja ez a mai. Búcsú az iskolától, a tanároktól, diáktársaitoktól, 8 vagy 4 együtt töltött évtől. Juhász Gyula írja a Prologus című versében. Lehet, hogy gyenge még a hangunk, lehet, hogy létünk még bizonytalan. De indulunk, a szépet jót akarjuk, érezzük, hogy hitünknek szárnya van. Amikor ezeket a sorokat halljátok, remélem, hogy remény és izgatottság tölt el benneteket az iránt, ami rátok vár. Lehet, hogy még nem érzitek magatokat készen az elválásra, az egyetemre, egy új városba költözésre, akár csak lesétálni innen visszafelé. De bátor, értelmes fiatalok vagytok, és mire eljön az idő, megtaláljátok a módját, hogy készek negyeket. A mai nap búcsúkéntetek almamáteretekre. Nem lesz több ástresszelt nap, amelyet természetesen az utolsó óráján kell dolgozatok írnatok. Nem lesz több behúrakodás a büfésorba, és nem fogja eljutni a hajatokat kérni az átjáró terveknél, várva, hogy végre elindulnak valamerre az előzetek állók. Utoljára mászott el a téstermekig az alsófesi termekből, vagyis utoljára kaptottok levegő után, mire feljuttok. Nyilvánvaló, hogy ezek a dolgok nem feltétlenül fognak hiányozni mindenkinek, de ne felejtsétek el, hogy milyen csodás napokat töltöttek velünk. Vigyétek magatokkal a diáktapi verseny adrenalinját, az érzést, amikor annak idején kinyertétek a farsangot, vagy azokat a napokat, mikor elmaradt az első órátok. Ne felejtsétek el tanáraitok áldozatos munkáját, hogy mennyit segítettek nektek az évek alatt. Ne felejtsétek el a barátságokat, amelyeket a liceumban kötöttetek. Ápoljátok őket, és tartsátok nagy becsben. Tehát egy jó barátnál értékesebb, kevésen a világon. Senkinek nem kötelessége, hogy nagy ember legyen. Már az is nagyon szép, ha valaki ember tud lenni. Írja Albert Camus. Sokáig vacilláltam, vajon mi az a mondat, amit útravalónak magatokkal vihetnétek. Végül azért esett Camus idézetére a választásom, mert ha bár semmi kétséget nem értek afelől, hogy mindannyian remek dolgokat fogtok elérni, és hogy nagy feladatokat fogtok ellátni a jövőben, mégis most, itt. A legfontosabb, hogy a saját embereket kíváljatok, hogy megformáljátok magatokat, és hogy boldogan tudjatok együtt élni azzal a valakivel, akik önmagatokként neveztek. A liceum segítőkezet nyitott nektek ebben. Összekovácsolt egy mankót, amellyel elindulásra készített benneteket. Ismereteket, élményeket, egy közösséget adott. Most pedig, hogy végzősöként álltok itt, letehetitek a mankót, és tovább indulhattok. Ezúttal önállóan.
A búcsú természetesen mindig nehéz. Valaminek a végét, az elmúlását jelzi. Az ember csak úgy rohan, hogy még utoljára minél több, minél fontosabb emléket szerezzen. A ti búcsútok azonban nem örökre szól. Szerencsére a mai technológiánkkal könnyen kapcsolatban maradhatok. És ha nem is minden nap, de találkozhatok is egymással, csak tőletek függ. Mind amellett, hogy megsiratjátok a múlt szépségeit, mosolyogjatok a jövőtök felé. Aknázzatok ki minden adódó lehetőséget, hozzátok ki magatokból a legtöbbet. Kirepültök. A Berzsenyi ezután már csak távoli, szép emlékként marad meg bennetek, mert egy új fejezetét nyitjátok meg az életeteknek. Ehhez a fejezethez pedig kívánok nektek kitartást, hitet, sikert és szerencsét. Hallgassuk meg Purcell, Trumpet Voluntary című művét az ifjúsági fúvó zenekar előadásában. Vezényel dr. Friedrich András zenekar vezető. Évfolyam nevében Sepestén József Ádám 12. A-osztályos tanuló búcsúzik a Líceumtól. Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen. Már az is nagyon szép, ha valaki ember tud lenni. Tisztelt igazgató úr, kedves szülők, tanáraink és kedves diáktársaim! Talán meglepő lehet az önök számára, hogy Albert Camus sorai kétszer is elhangzanak a mai nap során. Gondolhatják, hogy az első ballagási próbán mi is mennyire meglepődtünk, amikor kiderült, hogy egymástól függetlenül ugyanazt az idézetet választottuk a beszédünkhöz. Azonban ez is csak azt mutatja, hogy ez a mondat egy örökérvényű tanulságot hordoz magában.
Annál is inkább, hiszen ezeket a sorokat választotta a 12. D-osztály a ballagási meghívón található idézetéül. Ezt olvasva az ember elgondolkozik azon, hogy vajon mennyire is lehet nehéz embernek lenni, és legfőképpen mennyire lehet nehéz emberré formálni másokat. A soproni liceum diákjaiként azt hiszem, hogy mindannyian, akik most itt állunk, elmondhatjuk, az iskola emberré tudott minket formálni. És ennél egészen biztosan nem kell több. De mit is jelenthet ez? Legfőképpen azt, hogy mindenkit egyenlőként kezeltek itt. Nem számított, hogy ki miben ügyes, vagy ki mihez ért. Végső soron az iskolában mindenki ugyanolyan értékesnek számított, és mindenkit a képességei szerint ítéltek meg. Úgy is mondhatnám, hogy emberként tekintettek ránk, és ezért emberré is tudtunk válni. És talán legyinthetnénk erre, hogy de hát ez természetes dolog, de azt hiszem könnyen beláthatjuk, hogy ez nincs mindenhol így. És éppen ettől különleges a mi iskolánk. Olyan szellemiséget hordoz, és olyan légkört terem diákjai számára, amely lehetővé teszi, hogy emberek legyenek. És hogy mi jellemzi az embereket? Természetesen sok minden. De az ember egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy hibázik. Elesik, de ugyanakkor fel is tud állni. Néha mindezt mások segítségében éri el. Az iskola sosem tagadta meg a segítséget ilyen helyzetekben. Lehetett bármi nehézség, amikor bejöttünk a Berzsenyibe, senki sem érezte azt, hogy itt nem törődnek vele. Sőt, azt érezhetjük, hogy mi itt védve és szeretve vagyunk. És ezek talán a legfontosabb dolgok egy ember életében. Az emberek egy másik nagyon fontos jellemzője, hogy másokat is embernek, magukkal egyenrangúnak tekintenek. Így hát mi, diákok, egy közösséget tudtunk formálni. És ebből a közösségbe jó volt tartozni. Jó volt együtt beszélgetni a szünetekben, jó volt integetni egymásnak a folyosón, jó volt együtt örülni annak, ha egy óra elmarad, és jó volt a szabadidőnkben is találkozni, beszélgetni. Barátságok formálódtak, amiket még a ballagás után sem lehet majd szétszakítani. Élményeket kaptunk egymástól és az iskolától, amiket sosem fogunk elfelejteni, és nevet emlegetni majd az 5, 10 vagy akár 50 éves osztálytalálkozóinkon. Mert senkinek se legyen kétsége, lesz 50 éves osztálytalálkozó. És ugyanolyan jó érzés lesz belépni az iskola kapuján, mint eddig bármikor. Talán ugyanakkor a izgatottsággal megyünk majd be a terembe, mint amikor először ültünk a Berzsenyi padjaiban. Úgysa módon az a nap, az első iskolai napunk most nagyon közelinek tűnik. Pedig sokunknak 8 éve volt, de van, aki 5 vagy 4 éve lépett be először az ajtón, és tette fel magának a kérdést, hogy jó lesz nekem itt. És azt hiszem, hogy most, amikor majd diákként utoljára lépünk ki, mindannyiunkban megfogalmazódhat a válasz, igen, jó volt. Nagyon sok élményt szereztünk, és talán lehetetlenség lenne mindent felsorolni, pedig sok meghatározó eseményről maradtunk le a 2 karantén időszakban eltöltött év alatt. Ugyanakkor ez megtanította nekünk, hogy mennyire fontosak a személyes kapcsolatok, és megtanított hálásnak lenni olyan dolgokért, amelyeket addig természetesnek találtunk. És még így is rengeteg emlék fog minket kötni a líceumhoz, és mindenkinek más fog eszébe jutni, ha az itt eltöltött vissza. Azonban valakikre egészen biztosan gondolnunk kell, a tanárainkra, így most hozzájuk szeretnék szólni. Önök voltak azok, akik segítettek minket a gimnáziumi éveink alatt, és úgy formáltak minket emberekké, hogy mindeközben maguk is példát mutattak arról, hogy hogyan kell embernek maradni. És ez azt hiszem a legnagyobb dolog, amit kaphattunk önöktől. Ott voltak bármikor, bárkinek problémája volt az iskolában. Külön foglalkoztak velünk, és plusz munkát vállaltak azért, hogy nekünk jobb legyen. Éjszakában nyúlóan javítottak, és állították össze a dolgozatokat, adminisztráltak, és készültek a másnapi óráikra, és mindezt értünk tették. Megtanították nekünk, hogy miért fontos az elfogadás, mások tisztelete, és megmutatták, hogy érdemes erőfeszítéseket tennünk egy cél érdekében. Ez egy olyan erkölcsi iránymutatás lehet nekünk, amelyre egész életünkben gondolhatunk. A boldogás mindig nagyon fontos egy diák számára. Elengedjük a gimnáziumi éveket, és egy új fejezet kezdődik az életünkben. Az, hogy ez mit jelent, és hogy mit veszítettünk el, még nem egészen tudjuk, de az biztos, hogy mindannyiunknak nagyon fog hiányozni a líceum. Az, amit az iskolától kaptunk, több, mint amire bármikor számítottunk volna. Hiszen itt nem pusztán matematikát, történelmet vagy magyar tanultunk, hanem megtanultuk azt, hogy milyen egy közösséghez tartozni. Milyen, amikor az ember az osztálytársai körében elindul a felnőtté válás útján, és nem utolsó sorban megtanultuk, hogy milyen embernek lenni.
Olyan embernek, aki hibázik, tud rajta változtatni. Olyan embernek, aki törődik másokkal, és olyan embernek, aki a többi embert egyenrangúnak tekinti. És ez azt hiszem a legfontosabb mind közül. Ezért tartozunk óriási hálával a tanárainknak és az egész liceumnak. Most még szomorúak vagyunk, de reméljük, hogy 5 év múlva, amikor újra találkozunk, már boldog szívvel fogunk visszagondolni az itt töltött éveink legszebb emlékeire. Kedves egybegyűltek! Engedjék meg, hogy beszédemet egy másik, Arany János idézettel zárjam, amely számunkra is a jövőnk egyik legfontosabb iránymutatása lehet. Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben, ember lenni mindig, minden körülményben. Nemzetiségi 11. évfolyam nevében Hanzéli Szonya 11. C osztályos tanuló búcsúztatja a végzősöket. Majd Kerkeni Emma 8. A osztályos tanuló énekel. Ide
Abiturientinnen, Abiturienten, liebe Eltern, sehr geehrter Herr Direktor und sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule. Jahrelang seid ihr früh aufgestanden, jahrelang habt ihr gelernt, über 100 Hefte vollgekritzelt, hunderte Noten kassiert. Und dann ist plötzlich alles aus. Die Welt nach dem Ende der Schulzeit dreht sich nicht mehr im 45-Minuten-Takt. Kein Gong läutet mehr den freien Nachmittag ein. Bald wartet die große Freiheit auf euch und eine große Menge Zukunft, die es möglichst gut zu füllen gilt. Aber davor müsst ihr Abschied nehmen. Abschied von Klassenkameraden und Lehrern, von dem Schulgebäude und vielen wunderschönen Erinnerungen, die mit der Schule und eurem Schulleben im Zusammenhang sind. Ich möchte den heutigen Zeitpunkt nutzen, um mit euch innezuhalten, auszuhalten. Halten. Ein kleines Wort mit vielen Bedeutungen. Zum Beispiel in Verhalten. Diese besonders aussagekräftige Note in eurem Zeugnis bis Klasse 12. Oder auch im Begriff behalten. Manche von euch haben das ja perfektioniert, den Lernstoff bis zur nächsten Klausur zu behalten und bloß keinen Tag länger. Das Wort halten steckt auch in Vorenthalten. Ihr seid der Jahrgang, den die Pandemie während der Oberstufe durchgängig begleitet hat. Zeitweise wurde euch in Klasse 9 und 10 der Unterricht vorenthalten. Es gab Schulschließungen und andere Einschränkungen. Vorenthalten blieben schulische Veranstaltungen. Keine Kursfahrt, keine Mathe-Nacht, keine Austauschfahrt, keine Projektwoche, keine Theateraufführung, kein Konzert und vieles andere auch nicht. Ihr habt da ganz schön etwas durchmachen müssen, etwas aushalten müssen. Der heutige Tag markiert einen Haltepunkt nach einer für einigen von euch schwierigen und anstrengenden Wegstrecke, auf der ihr so manches habt aushalten müssen. Deswegen lohnt es sich, darüber nachzudenken oder euch einfach jetzt nur umzuschauen, wer oder was euch auf diesem Weg Halt gegeben hat. Wer oder was euch gehalten hat. Ich denke, genau diese Menschen befinden sich jetzt im Wald um euch herum. Nämlich Familie, Freunde, Verwandte und natürlich eure Lehrer. Sie haben euch unterstützt, ließen euch nicht alleine in den Schwierigkeiten und halfen dabei, dass ihr eure Ziele erreicht. Nun möchte ich euch zwei Texte mitgeben. Im ersten geht es um das Abschiednehmen, im zweiten um den Neuanfang. Wer neue Wege gehen will, muss alte Pfade verlassen. Jeder Mensch weiß tief in sich, was er sich im Leben wünscht, wie er leben und arbeiten möchte. Folge deinem Herzen, es kennt ihn nicht. Ich wünsche euch all das, was mühselig, anstrengend und frustrierend in eurer Schulzeit war, hinter euch zu lassen, aber auch, dass ihr manches Vertraute loslassen könnt, um in Zukunft neue Wege zu gehen. Für den Aspekt des Neuanfangs habe ich ein Zitat von Hannah Arendt gewählt. Ihrer Ansicht nach sind die Neuanfänge das Entscheidende im Leben. Sie schöpft Hoffnung für die Welt daraus, dass immer wieder neue Generationen mit neuer Freiheit zum Handeln geboren werden. In ihren Denktagebüchern hat sie es folgendermaßen formuliert. Im Geborgensein etabliert sich das Menschliche als ein irdisches Reich, auf das sich schnell jeder bezieht, indem er seinen Platz sucht und findet. Und jeden Gedanken daran, dass er selbst eines Tages wieder weggeht. Hier ist seine Verantwortung Chance. Angesichts der vielen Herausforderungen in der Zukunft wünschen wir die ganze Schulgemeinschaft euch genau das und erwarten es auch von euch, der ja die neue Generation seid, dass ihr euren Platz in der Welt sucht und findet und dass ihr mit Verantwortung die Welt gestaltet. Oh, God.
ha valaki én utánam kására. A jó Isten itt az ével ágyom el. Kicsi madár, miért keserek szazágon? Nem csak te vagy, elhagyott a világon. Nekem sincsen édesapám sem Isten, mégis gondot visel rám. Nekem sincsen édesapám sem anyám. A jó Isten, mégis gondot visel rám. Életemben csak egyszer voltam csak itt szememből könyv hullott. Sírtam is én örömimben hódszára. Bánatim van, hogy az ányém nem lát. Sírtam is én örömimben hódszára. Bánatimban, hogy az ányim nem lát. A Német Nemzetiségi Évfolyam nevében Horváth Eszter 12. C-osztályos tanuló búcsúzik. Wir sind zwar nicht fertig, aber ich glaube von Herzen, dass in den letzten 8, 5 oder 4 Jahren jeder von uns etwas mehr als es besser geworden ist. Als ich darüber nachgedacht habe, was mir persönlich diese Zeit im Leben bedeutet, ist mir zuerst von vielen anderen gefolgt das Wort Lernen eingefallen. Das klingt zwar ein bisschen schwäbisch, aber ich meine Lernen jetzt nicht unbedingt im traditionellen Sinne des Wortes. Klar, wir haben viel gelernt, aber nicht nur für die Schule. Wir haben einiges über die Welt und das Leben erfahren. Wir haben einander kennengelernt und auch uns selbst ein bisschen mehr entdeckt. Und das ist viel wichtiger als jenes Lernen. Ernst von Fachtersleben sagte, das wichtigste Resultat aller Bildung ist die Selbsterkenntnis. In diesem Sinne, glaube ich, haben wir das Wichtigste vom Lithium erkommen. Liebe erste Christen, seid für die Geschenke, die ihr noch von der Schule erhält, offen. Lasst euch die Erlebnisse des Abschlussjahres von Angst vor dem Abitur oder persönlichen Meinungsunterschieden nicht ruinieren. Schätzt einander, eure Lehrer und Lehrerinnen und die Zeit, die in diesem Lebensabschnitt vor euch steht. Liebe Lehrer und Lehrerinnen, als ich mich für dieser Rede vorbereitet hatte, habe ich ein Oscar Wilde-Zitat gelesen. Bildung ist bewundernswürdig, aber man sollte sich von Zeit zu Zeit daran erinnern, dass wirklich Wissen wert ist, nicht gelehrt wird. Es ist ihnen trotzdem genug. Nicht, weil sie bestimmte Gedanken, sei es Ideologie oder Fachwissen, in unseren Köpfen eingeführt hatten, sondern weil sie uns geduldig durch Beispiel führten. Thema mit Verständnis und Ermutigung. Sie waren nicht nur als Lehrer, sondern vielmals auch als Menschen für uns da. Sie haben uns ihre Persönlichkeiten und Humor gezeigt. Indem sie uns erlaubten, jeden Fehler zu sehen, haben sie uns auch erlaubt, Fehler selber zu vergehen. Sie haben uns gezeigt, wie man davon lernt. Ich fühle mich
unter anderem auch deshalb sehr glücklich, dass ich das Lyzeum besucht habe, weil ich solche Lehrer wie Sie hatte. Sie sind das Rückgrat dieser Schule. Von Herzen danke ich Ihnen für alles, was Sie für uns Schüler tun. Liebe Frau Klassenlehrerin, wir sind Ihnen besonders dankbar, denn Sie haben sich um uns immer mehr und persönlicher gekümmert, als es von Ihnen je erwartet werden konnte. Und letztendlich ist über 12. Die meisten von euch wissen schon, dass ich eine Perfektionistin bin. Aber auch das, dass wir als Klasse und was auch für mich besonders treffend ist, als einzelne Personen nie perfekt waren. Es gab Konflikte, Aufregung und viel zu viele Abstimmungen. Wir haben immer viel zu lernen gehabt und trotzdem haben wir fast immer noch mehr darüber gelernt. Manchmal haben wir gar nicht geschwiegen und manchmal zu viel. Trotzdem, ich danke euch für die schöne Zeit. Ich danke euch dafür, dass manche von euch es immer so leicht gemacht haben, euch zu lieben. Ich danke, dass es immer jemanden gab, an dem man sich wenden konnte. Ich danke, dass wir nie alleine sein mussten. Ich danke euch für das Zusammenlernen und das Zusammensein. Für die geteilten Schwierigkeiten und für den geteilten Spaß und Freude. Ich danke euch für Freundschaften, die noch ein Leben lang geschaffen werden. Wir waren nie perfekt und werden auch nicht sein. Wir sind einfach nur Menschen. Ich möchte uns allen folgendes Zitat von Franz Fürbatter auf den Weg geben. Werde, was du noch bist. Sei da, was du jetzt schon bist. In diesem Bleiben und diesem Werden liegt alles Schöne hier auf der Welt. Danke für die schöne Zeit. Hallgassuk meg Rubics Flóra, 10. D-osztályos tanulót, aki Ady Endre versét mondja el. Ady Endre. Mint és az őrzők. Őrzők. Vigyázzatok a stázsra. Az éjszaka. Szent János Bogarak. Emléket elmúlt nyarakon, Lorenz nyarán is összekeverte. Búcsúztató őszintóna, emlékei, a hajnali párás diszkócos tánci termen. Történt szépek, éltek is volt. Meg nem hallhatósak. Őrzött elevenek is voltak. Szívek távol mosolya reált. Aggódva, árván, őrzők, vigyázzatok a strázsán. Őrzők, vigyázzatok a strázsán. Az élet él és élni akar. Nem azért adott annyi szépet, hogy átvádoljanak most rajta ostobas, véres feleségek. Oly, szomorú embernek. Szörnyűek az állatkűségek. És a csillagszoló éjszakák most sem engedni a felek, mi az ember szép beszűkő. Még vagy. Őrzők. Árván. Őrzők. Vigyázzatok is, társadalom. Kérem Dölli Balázs igazgató úra, tartsa meg ünnepi beszédét. Itt lobogott a Deák úti vármegye zászlója egykor, szelleme mostan is int, ifjú, szeresd a hazát. Kedves szülők, nagyszülők, rokonok, barátok, kollégáim, egykori és mai diákok, s legfőképp lícami ballagunk. A diák elődök nem elbújni jöttek ki az erdőbe, hogy megalapítsák az ország első diák önkormányzatát, a Deák úti vármegyét, hanem ugyanazt keresték, mint a rómaiak egykoron, akik az első forrást foglalhatták itt,
Az erdő csendjét, a hangjait, a színeit, a természet adta késztetést a szabadságra. Ezt keresték, és meg is találták. 200 éve ugyanúgy szabadság fogallatára vágytak, ahogyan itt ma, őszintén remélem, önök ballagók közül is a legtöbben, mert az emberek szívéből a szabadság iránti vágy soha nem írtható ki. A Deák út szelleme, mint olvassuk és tudjuk, mostan is int, ifjú, szeresd a hazát. Na és azt hogyan kell? Mármint a hazát szeretni. Biztos, hogy más kell, hogy megmondja, hogy hogyan. Vagy esetleg ennek a szabadságnak az a bizonyos 200 éves fuvallata súgja a fülünkbe, hogy ez a szeretet nem azáltal létezik, hogy elkezdünk előbb nem szeretni, majd hibáztatni, végül gyűlölni másokat. A Krisztusban való megváltottságunk szabadságára figyelmet irányító Luthertől is egész mást hallunk a Deák útnál még régebbi múltból. A nácik által elhallgattatott, majd meggyilkolt evangélikus lelkész Dietrich Bonhoeffer szavai a szabadság útjáról. Merni és tenni, amit kell, és nem ami tetszik. A valósággal bátran élni, nem a lehetőségek közt tétovázni, nem a gondolat rebbenésében, hanem a tedben jön el a szabadság. Lépj ki a riadt habozásból, vesd magad az események forgatagába, csak Isten parancsa és saját hited vezessen, és a szabadság újjongva fogja körülelni lelkedet. A szabadság, bátorság, hűség és felelősség. Ha ezekhez a dolgokhoz itt tőlünk, egymástól, a régiségtől, a tradíciótól kaptak némi muníciót, akkor a Jóisten kegyelme volt velünk ezekben az években, ezért hálásak lehetünk. Hálásak akkor, ha a létezés létigényébe, a vanba, a voltba, meg a leszbe esetleg egy kiegészítést teszünk, szabadság lehetőségét, azaz tehát nem csak van, volt, lesz, hanem lehet. Isten áldjon. A hagyományok szerint most a búcsúzók felkötik a szalagot az iskola zászlajára, majd átadják a zászlót. Feltötik, és a zászlót átadják Tarsára és Everling Sámuel 12. B-osztályos tanulók. A zászlót a 11. évfolyam nevében Takács Anna 11. D, valamint Kis Milán 11. B-osztályos tanulók veszik át. Arany János, a legnagyobb cél pedig itt a földi létben embernek lenni mindig, minden körülményben. A zászlót a búcsúzó 12. évfolyam nevében ünnepélyesen átadjuk. 11. évfolyam nevében a zászlót átvettük. A zászlót megőriztük. Vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem.
szívem, illámlik mind öröm, ezt én meg szeretem. Látom, hogy elsuhan, felettem egy madár. Tátongó szívében szöges drót, cserében szalmaszár. Magamat ringatom, míg ő lángol egy almafán. Az Isten kertjében almakort, mint halál. Vártad még tovább, veled az éjben. Az álmok folytas indián lován. Egy tájt a szívre ment a konyha késben. Talpam alatt sár és ingován. Azóta szüntelen őt látom mindenhol. Meretten nézek a távolba, otthonom kőpokor. Szilánkos mennyország, folyékony torszüköl. Szent János bogara, fényében tűnök fel. Vágtad még tovább veled az éjben, az álmok folytos indián lován. Egy tájt a szívre ment a konyha késben. Talpam alatt sár és ingován. Azóta szüntelen, őt látom mindenhol. Meretten nézek a távolba, otthonom kőpokor. Szilánkos mennyország, új égon torztikör. Szent János bogara, fényében tündököl. Varga Kitti 11. C-osztályos tanuló énekelt, gitáron Kósa Kimberli 12. C-osztályos tanuló kísérte. Most pedig Hubert Katalin 20 éve érettségizett öreg diák szól a ballagókhoz, jelképesen felveszi a végzősöket a Líceumi Diák Szövetségbe. Beszéde végén Egyed Veronika 12. D-osztályos tanuló iszik az sellekből, a forrás vizéből és válaszol a felvételre. A hagyományoknak megfelelően Heim Csinszka, 5. B-osztályos kisdiák adja át a serleget az öreg diáknak, aki átnyújtja ezt a ballagónak. Ez jelképezi a líceumi nemzedéket összetartozását. Ezt követően valamennyi ballagó iszik a deákkúti forrás vizéből. Kedves búcsúzó diákok! Licista öreg diákként köszöntelek most benneteket. Én is 8 évig koptattam a nagy múltú iskolánk padjait. Erre az alkalomra készülve sok szép emlék idéződött fel bennem. Például a ballagás napján érzett kettősség, a jövő iránti kíváncsiság és az elmúlt közösen eltöltött évek izgalmai, örömei és szorongásai. Ha már tudom, hogy ezek a közös élmények, barátságok, kapcsolatok bizony egy életre szólnak. Hiszen azóta is számon tartjuk egymás életét, számíthatunk egymásra az élet minden területén. A kapcsolattartásnak jó eszköze a Líceumi Diák Szövetség,
melynek a keretein belül évente van lehetőség találkozni, hallani az öreg diákok, az iskola és a gyülekezet életéről. Ezennel a Líceum Diák Szövetség soraiba, mint öreg diákok felvesztek titeket, kedves ballagók. Ballagó 12. évfolyam nevében a Líceumi Diák Szövetségbe való felvételt megköszönöm. Ünnepségünk végén kérem énekeljük el a szózatot, vagy az Il Silencio hangzik el Dorocki Mátyás 8. B osztályos tanuló előadás. Ezt követően a ballagók ünnepélyesen elvonulnak. Valamennyi ballagó ünnepélyesen iszik a Deák úti forrásat. Most pedig ünnepségünk lezárásaként az Il Silencio hangzik el Dorocki 8. B osztályos tanuló előadásában. Thank you.
Thank you.
Thank you.